A hazai Forma 1-es közvetítések állandó magyar hangja. Az autósport iránti imádatával és szakmai tudásával nézők százezreit ülteti a tévéképernyők elé, futamról futamra. Amit ő nem tud a száguldó cirkuszról, az nem is létezik. Weber Gábor azonban nem csak az autósport, hanem a Fradi szerelmese is, a kerítő pedig az édesapa volt. Apuval érdekes, kevés meccsen voltam, habár ő is focizott versenyszerűen korábban, meg én is, és sok saját meccsemre járt annak idején, de igazából kevés meccsen voltunk együtt, egy kezemmel meg tudnám számolni, sokkal többet voltam nyilván csapattársakkal, meg haverokkal. Nagyon pici gyerekként pár, mit tudom, 3-4-5 évesen így megvannak, a 8-3 rémlik, 76-ból, a 7-1-et azt meg konkrétan nem emlékszem, akkor mi nyertünk 7-1-re 79-ben, ugye két Újpest, akkor még úgy Dózsa elleni mérkőzés volt. Az a két meccs az nagyon megvan. Sok-sok emlék, nem is győzzük kiemelni a legfontosabbakat. Nyilván itt az Üllői úton is még az előbb jól megbeszéltük, 90 fokkal eltolva még kicsit máshogy, meg más felállásban, de ültem akár közel a B-középhez, a másik oldalon, itt ott, ott mindenhonnan megpróbáltam a stadiont azért úgy felfedezni, meg hát voltam annak idején egy fél évet, vagy egy bő fél évet itt a Fradiban is voltam serdülőben, úgyhogy talán a legkedvesebb emlékeim egyik egy a serdülős fradis korszakomban, ami rövid volt, mert aztán miután gyakorlatilag minél időmet itt töltöttem az Üllőjúton, amit tudtam, ezért nagyon gyorsan le lettem tiltva a komoly fociról, de visszamentem Laszba játszani. Eindhoven ellen játszottunk, egy itthoni meccs volt, és hát azt meg nem mondom neked, hogy milyen kupa volt. És labdaszedő lehettem, nyilván akkor a serdülők lehettek labdaszedők, és akkor emlékszem arra történet. Az egész másod úgy gyerekként bejönni, ahogy, amikor még nyilasékeket, ebedvéket, meg a többieket nézte gyereket. Hatodikos voltam, tehát hogy általános iskola hatodik osztály, ez 83 ősze, és az nagyon megmaradt bennem, hogy jövök metróval, nyilván más érzés, hogy tudtam, hogy na én nem a lelátóra jövök, hanem bejöhetek a gyep szélére, és akkor közel a vonalhoz, az úgy megmaradt bennem. Volt abból az érából kedvenc játékosod, akire mondjuk mint fiatal serdülő focista is te úgy fölnéztél? Hát rengeteg volt, nyilván Nyilasi Tibi volt az egyik nagy kedvencem, már nagyon korán, mert egész más felépítésünk van, és teljesen más poszton is játszottam. Ballábas vagyok ráadásul, úgyhogy például akit nagyon szeretem, szerintem kevesen ismerik ma már, Koch Robi. Imádtam Koch Robi játékát. Na ő például hozzám hasonlóan nem kosaras magassággal született, viszont mindig szerettem a gyors, technikás játékosokat, és szerettem a meglepetést alapvetően. Úgyhogy én általában balszélsőt vagy baloldali középpályást játszottam, szerettem elfutni, de szerettem nyilván sokat cselezni is, amikor lehetett. Nem mondom, hogy Diego Maradonával vetekedtem cselek szempontjából, de hogy alapvetően szerettem az ötletes focit. Fradizmus, mondjuk mennyire tudtad mondjuk, hogy említed egy édesapádtól örököltet, ő vitt bele, mennyire tudtad mondjuk a saját utánpótlásban mondjuk ezt úgy belevonni? Hát itt a lányaim vannak, ilyen nagyon nem kellett ezen megizzadnom, szeretik a focit egyébként, és nyilván válogatott szinten, meg nemzetközi szinten, meg nemzetközi klubcsapatok szintjén egyszerűbb fogást találni rajtuk is, tehát hogy ki drukkol a Barcelonának, ki a Liverpoolnak és ki másnak. Egyébként én törzsgyökeres liverpooli vagyok, ha már nagyon vissza kell mennem gyerekkoromra, itthon a zöld, de azért nemzetközében inkább a vörös az, ami megfogott. A Fradi médiában gyakran játszunk el a gondolattal, mi lenne, ha feléledne az egykor dicső autósport szakosztályunk, és kivezetné a Fradi Racing két zöld-fehér autóját. Nem hagyhattuk ki ezt az ittszert, és Gábor véleményét is kikértük, mint jövőbeli csapatfőnök. De nehezet kérdezel. Hát nyilván, ha a szívem szerint döntenék, akkor az abszolút kedvencem gyerekkoromban Gilles Villeneuve bent ülne, hogyha föl lehetne támasztani bárkit, és ő lenne az egyik, és szerintem benne a Fradi szív is ott lenne, és a Ferrari is azért imádta, mert elképesztő zsenialitásom mellett elsősorban szívével versenyzett, ami persze a mai korban már nem tűnik előrevívőnek, de azért nyilván most, hogyha érzelmi szálakat pengetük, akkor Villeneuve-t összeraknám. Szerintem Sennával, különösen azért, mert Senna meg nem volt a kedvencem, de mégis egy zseniális versenyző volt, és soha nem szerettem igazán Sennát abban a korszakban, amikor versenyzett, de abszolút elismertem. Úgyhogy szerintem egy Senna-Villeneuve párosítás az elég komoly lenne. A mostani mezőnyből pedig azt gondolom, hogy nehéz lenne dönteni. Verstappentől nehezen tudnék elvonatkoztatni, és mellé szerintem csak azért legyen egy ilyen aranycsapat, akkor Alonsót raknám be. És akkor megint csak egy öreg fiúk, meg egy jelenkori egyik legnagyobb mehetne együtt. Ráadásul ugye Alonso amúgy is zöldben van, tehát csak az egyik gúnyát kéne átfesteni zöldre, vagy zöld-fehérre. Nem maradhatott ki a beszélgetés során 35-szörös férfi labdarúgó csapatunk öltözője sem, ahol Gábort egy kis kihívás elé állítottuk. Továbbra is üdvünk a Grupa Arénában Weber Gáborral, itt a férfi csapat öltözőjében. Hát hogy tetszik? Jó hangulata, szeretem ezeket a belső szentélyeket, és
Most itt üresen egész más itt lenni, ilyen meccs közben, szünetben főleg benéznék ide, vagy belehallgatnék, hogy mi zajlik néha. Péber Gábor, arra gondoltam, hogy egy kicsikét meglepem egy különleges játékkal. Ugye nyilvánvalóan a Forma 1 kapcsán szerintem csukott szemmel is kell meg tudnád mondani, hogy éppen kit látsz a pálya szélén. Mondjuk igen, nagyjából igen. Úgyhogy kicsikét teszteljük most azt a fajta tudást, hogy vajon hány mez, illetve rajtszámot találsz el. Tehát annyi lesz csak, hogy mondok egy számot. Aktuális mez számot? Aktuális. Aktuális. Akkor most megfogsz. Verstappené az könnyű, Varga Ádám? Úgy van, már is van egy pontod. Igen, így van, Varga Ádám, ugye, aki többek között egy Újpest elleni mérkőzésen is itt parádézott. Azért volt szerencsém, mert hogy itt voltam azon a meccsen. Hát ez egyszerű, ez. Melyik úr irányba közelítsen meg? Ez vagy Charles Leclerc, a Forma 1-es irányba nézzük, vagy Zakari Assano. Tökéletes a válasz. Átjön egy érdekes páros, a 20-as. Kevin Magnussen, Forma 1. Úgy van, ügyeletes fenegyerekünk. Traoré. Bizony, igen, Adama Traoré. Hát Hülkenberg ez egyszerű. És a Sissé. Így van. Hát a Sainz. Uh-huh. És Katona. Katona mi? Bármi. Úgy van. Na, nagyon szép. Nem tudtunk rajta kifogni, Weber Gábor a pálya és az aszfalt ördögeit egyaránt Kenny vágja. Minden pillanatnak súlya van. Beleteszünk annyi energiát, hogy igazán különleges legyen. Képesek vagyunk megismételhetetlenné tenni. Az energia, amit szolgáltatunk, érted van. Ezért az MVM-re minden pillanatban számíthatsz. Azt, hogy melyik legyen különleges vagy megismételhetetlen, te döntöd el. MVM. Energia. Értünk.